A végrehajtási jutalék módosításának számítása ellen lép fel a Mi Hazánk mozgalom. Miért kéne olyan összeg után fizetni az adósoknak, plusz profitot a végrehajtóknak behajtási jutalék mögé átszázva, amelyet elengedés miatt nem is kellett megfizetniük a követelés kérőnek. Rengeteg visszajelzés érkezik, hogy nagy nehézségek árán sikerül a különféle behajtó cégekkel egy kedvezményes megállapodást kötni az adósokkal, és a végrehajtók a teljes tartozásra számítják fel a jutalékot. Ez akár dupla vagy tripla összegeket is eredményezhet. A jelenleg hatályban lévő végrehajtási törvény és a díjszabályzásokat tartalmazó kormányrendelet alapján jutalékot számíthat fel a végrehajtó. Ez az összeg követelés mértékétől lehet több százezer forint, de maximum 4 millió forintban határozza meg a kormányrendelet. Jutalékon kívül a végrehajtó munkadíjat, készkiadást, költségáltalányt és egyebeket számolhat fel. A törvénymódosítás eredményeképp megmarad, hogy a teljes fennálló tartozásra számíthatja a végrehajtó a jutalékot. Azonban egyetlen egy kivételt fogalmaz meg a törvény, hogyha a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi intézmény nyilatkozik az elengedésről, akkor nem számítható fel így módon a jutalék. Ezt a nyilatkozattételt nem teszi kötelezővé a törvény. A törvény hatályba lépése óta pedig gyakorlat az, hogy felfüggesztik a végrehajtást a követelés kérők az önkéntes teljesítésből kifolyólag, és a térülést követően a teljes tartozásra vonatkozólag számítják a jutalékot a végrehajtók. A végrehajtás közfeladat, amelyet jelenleg nyereségorientált irodák végzik. A népnyúzó végrehajtók profit maximalizációjához pedig a jelenlegi kormány folyamatosan asszisztál. A Mi Hazánk mozgalom a végrehajtási eljárás során felszámolható behajtási jutalékot csakis a ténylegesen megfizetett, megállapodott összegre engedné felszámolni a végrehajtóknak, és az elengedéshez szükséges nyilatkozatot pedig kötelezővé tenné a követeléskérők számára.